Az 51-es számú főút az M9-es autóúttól észak irányban Kalocsáig, még délre Bajáig újulhat meg. A fejlesztés biztosítja majd az autópálya gyorsabb elérését a helyiek számára, hiszen a kormány döntése alapján megépülhet az az elkerülő szakasz, amely tehermentesítené Érsekcsanádot és Sükösdöt. Teljes körű 51-es felújítás, nem csak egyébként ebbe az irányba, mert Kalocsa irányába is innét a körforgalomtól, de számunkra ugye az örömteli hír, hogy a felújítás egyúttal azt is fogja jelenteni új fent, mert már egyszer ebből volt visszajövetel, hogy a két közbenső település, Érsekcsanád és Sükösd elkerülésével épülne meg ez az 51-es új útszakasz, ami lényegesen rövidebbé és gyorsabbá teszi számunkra is az M6-os elérését, illetve hát az 51-esen a Budapest irányába történő továbbhaladást is. A Baja és Bátaszék közötti útszakasz jelentős forgalmat bonyolít munkanapokon és a hétvégékén egyaránt. A felújítás részeként itt kiszélesítenék és megerősítenék az utat, valamint a Dunahídtól folytatódna a kerékpárút az autóúttal párhuzamosan. Az infrastruktúrális fejlesztés a helyiek kényelmesebb és biztonságosabb közlekedése mellett jelentős gazdasági és turisztikai fejlődést is jelent egyben. Gazdaságfejlesztési szempontból, befektetési szempontból Baja városának, illetve a térségnek nagyon jót tesz, és gyakorlatilag az autópályáról egy 20-21 kilométeres megfelelő állapotban lévő szakaszon tudunk közlekedni, amely a befektetések szempontjából, a munkahelyi teremtés szempontjából fontos. Az elmúlt esztendőkben ezeket a fejlesztéseket próbáltuk elérni. A tervekben az országos közúthálózati fejlesztések pontos szakaszonkénti összege és a kivitelezés határideje is szerepel. A következő hónapokban viszont még az előkészületi munkák zajlanak majd.